az én leglegjeim. -leg Három dologról is azt gondoltam, hogy beszélek, mert egyformán fontosak számomra az elmúlt időszakból. Méghozzá meglepetés szerűen az első, az nem is előadás, mert ugye azt gondolná az ember, hogy arról próbálunk beszélni, hogy például melyik volt a legemlékezetesebb előadás számunkra. De Nekem tulajdonképpen soha nem igazán maga egy előadás az emlékezetes, bár azok között is van természetesen, ami nagyon jól sikerül, amikor úgy érezzük, hogy minden jól ment, valami különleges dolog született, és a közönség is extra jól érzett mindent, és reagált, és akkor a színészek, az énekesek, a zenészek, mindenki szárnyakat kap. És valahogy úgy, úgy teljesít, hogy hogy mintha csoda történne, azon a nagy-nagy sorozaton belül is persze, amikor minden előadásnak nekünk meg, meg kell felelni valamilyen módon a saját igényeinknek, és hát a közönség elvárásainak természetesen. Tehát ezen belül egy-egy időszakban nekem nem egy előadás a legkiemelkedőbb élményem, vagy a legemlékezetesebb élményem, hanem egy-egy olyan próba, amikor én, mint muzsikus, én, mint művész, vagy én, mint karmester, úgy érzem, hogy a zenészekkel, vagy a színészekkel, a szereplőkkel megszületett valami, amit előkészítettünk, és most értjük, hogy az miért volt és mi történt. Tehát az én számomra, ami egy-egy alkalommal igazán kiemelkedő, az az, amikor a próba folyamat során hirtelen közel kerülünk ahhoz, amit majd a közönségnek fogunk mutatni. És ez számomra mindig csodálatos élmény. Én nem is tudnék egyet egyet kiemelni ezek közül, de ezt várom, ezért élek. Ez ez a, ke kedves, ez a kedvencem, ez a kedves elfoglaltságom, ezek a, ez a legkedvesebb élményeim, amikor, amikor megszületik közöttünk az, amiért dolgoztunk. A másik dolog, amiről beszélnék, az természetesen már előadás euh, méghozzá egy zenésznek nehéz kikerülni. És nem is próbálom a nyomorultakat, amit 2010-ben mutattunk be kecskeméten. A nyomorultakban nem is az önmagában a legemlékezetesebb, hogy mekkora munka volt, mert egyébként hatalmas munka volt. Az első lépéstől az utolsóig előkészíteni, fölállítani, fölépíteni, megcsinálni, mindenkivel együtt. A zenészeknek megtanítani, az összes szereplőnek betanítani, és, és minden, minden részletét elmagyarázni és, és megcsinálni együtt, ez óriási feladat volt és óriási munka. És nem is az a legemlékezetesebb csak benne. Hogy, hogy mindenki, aki részt vett benne a műszaktól kezdve a tervezőkig, minden része, részének a felelőse, a munkása hatalmas munkát végzett a maga szakterületén, szinte nagyobbat, mint bármelyik másik produkcióban a színház történetében. Tehát még csak nem is ezért a legemlékezetesebb a nyomorultak, hanem az én számomra, mint zenész számára az benne a legkedvesebb, hogyan nyomorultakban aztán egy szál próza sincs, az végig zene. Végig éneklés, végig zenélés, tehát nem olyan, mint egy másik el, hogy beszélnek, beszélnek, aztán jön egy szong, vagy jön egy énekelnek, hanem a nyomorultak egy igazi zenedráma, majdnem, hogy egy opera, amiben az a legkülönlegesebb, hogy, hogy végig kell vezényelni, végig kell játszani, végig kell énekelni, tehát nem csak nagy munka, hanem óriási munka. Tízszer akkor a munka, mint bármelyik másik konkurense. És ezért volt emlékezetes az, hogy mi ebből az előadásból olyasmit tudtunk csinálni, ami, ami nem csak kecskemét büszkesége lehet, és a mi boldogságunk visszaemlékezve akárhány év után, után, is, hanem, hanem a világon bárhol megállta volna a helyét. Biztosan merem állítani, ez egy olyan színvonalú előadás volt mindenkinek a részéről, és ez teszi egészen kiemelkedővé és boldogságossá az emlékeimben. A harmadik dolog pedig, amiről mesélni akartam, az pedig a Chicago előadás, ami azért érdekes, és azért leglegleg -leg -leg az én számomra, mert a legmesszebbről indultam ennek az előadásnak a sikeréért, a személyes sikeréért, sikerviteléért. Egész egyszerűen azért, mert amikor elkezdtünk erre fölkészülni, amikor kiderült, hogy a Csikágot fogjuk megcsinálni majd, és akkor természetesen elkezdtem kottát keresni, meg, meghallgattam felvételeket, valamire emlékeztem a filmből, de, 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 azért újra kellett kezdeni az egészet, akkor nekem ez nem tetszett. De nagyon nem. Ó, mondom mi ez, te jó Isten, én nekem ezt semmi nem megcsinálni. Persze, abban reménykedtem, ami úgyis mindig megtörténik, hogy aztán, amikor az ember dolgozik valamivel, akkor megszereti, pusztán azért, mert, mert munkát fektet bele, meg azért persze menet közben már nem látjuk az értéket, meg, meg azt, hogy az, miért van értelme megcsinálni. De csak reménykedtem benne, mert amikor neki láttunk, akkor én azt gondoltam, hogy ez nekem nem fekszik ez a darab. És legnagyobb meglepetésemre ahogy telt az idő, és ahogy elkezdtünk vele dolgozni, elsősorban a zenészekkel, ahogy csináltuk, mondom magamban, te jó Isten, ezek milyen jó zenék. Milyen jól meg van hangszerelve. Milyen jó számok. Hát egyik jobb, mint a másik. Hát ez nekem tetszik. És nem csak, hogy tetszeni kezdett, hanem egyszer csak elkezdtem rájönni, ráérezni, hogy szerintem miért vannak ezek a zenék, és mi így megírva ebben a darabban. Hogy az egész hogy néz ki, és hogy ugyan nem hasonlítható egy olyan zenedrámához, mint mondjuk a nyomorultak, ahol végig van komponálva, és aztán tényleg mindenféle karakterű hangulatú zene van, bár ebben is van mindenféle hangulatú és karakterű zene, csak nem követik, tehát nem drámailag követik a cselekményt, hanem különböző helyzeteket tükröznek, vagy különböző szongokat hallunk. De amikor, amikor elkezdtem ráérezni, hogy, ezek, hogy, hogy ezekben van logika, hogy ezekben van értelem, hogy, hogy, ezek mögött van szándék, zeneszerzői, művészi, magasabb rendű koncepció van az egész mögött, legalábbis én úgy gondolom, hogy erre éreztem rá, akkor, akkor az egész nagyon-nagyon megtetszett. És azóta a szívem egyik legmelegebb csücske, vagy legközepibb része a Chicago előadásunk és örömmel csináltam minden egyes részét és minden egyes előadását azért mert mert most már sokkal de sokkal személyesebb és többet jelent számomra mint mint amit korábban gondoltam volna róla